lépte meg kétszer, szia sikolt buszilap, velem nem mer máshogy beszélni, mert kap az arcára. Ez tetszett. Na. Cajom! Cajom! Gyorsan mondjad, mert le fog mérni a telefonon. Az a fekete pulcis cáv, aki veletek lógott, na szétkult őzle a fejét valami pajszellal, vagy baseball ütővel, érted? Értem, én is nagyon szívesen szétkultnám annak a csabonnak a fejét, mert róla tudom szimpatikus. Most őzlá vagy a másik cávó? A másik, az a nem nyomár is nyomor után. Csak mondom, érted, hogy ti spanotok és franciát is kupán vágtok valami kis vaszlúddal. Helyátok a spanotok szétvász mindenkit, takó, takónál van őzlá, most megy ki hozzá a mentőz. Most látom franciát, most megy, szétállunk a fő galász felé. Itt vagyunk a Iron Gear mellett. Iron Gear mellett fő galász. Mi a fasz, szeressek ilyen? Én miért estem el az? Jó vagy szerelmem? Megyek csak, aha, oda megyünk. Jó, és akkor utána majd bemutatom a motelom? Jó, várjál, főpublik felé vagytok? Igen, a kis főgaláz, de most bement bala Ailongán. Ailongán, és szóval bementek balra, bement balra, itt ők már franciánál. A autókereskedés felé. Autókereskedés Ailongán felé kellene menni. Nézd, mivel állítszom meg francia szeminisztán, hogy nem meleg bántani senkit, nem meleg megütni ember. Csak álljon meg. Gyertek, gyorsan, gyertek. Úgy hátba vágom a franciát, franciát is. Őzláb az ott fekszik a takon, és ment ki a mentősz. Itt van Maika. Jó, menj oda, addig én intézem a cávót. Menj a Malikához. Mit csinál tiért? Itt vagyunk autókért. Gyertek. Teljesen az út közepén, amikor van a főgaláz, és mellette van egy ilyen eldogott kis galáz. Itt vagyok kint az úton, gyertek, gyorsan! Menj így, arra jó, arra jó felé, főpublik felé. Van itt valahol valami eldugott garázs. A kis híd mellett, a francia már megy utána a baseball ütővel, csak a cávó előtt egy pajszelt. Most fognak összevelekedni. Gyertek már gyorsan, itt vagyok az út közepén. Megyünk, itt vagyunk, majd Ailongán mellett egy fekete, pulci cajszi megy, az Ailongán, itt vagyunk gyorsan. Itt, az a szülke Melci, gyertek a szikátolba, gyertek! Menjünk tovább, ott van Ticia szembe. Bebaba, ott arra. Be a szikátolba, jobbra. Itt jobbra, Ott a cávó. Mit jössz rám baseball ütővel? Kinek képzelette magadat? Vigyázz, francia! Tudom, bátya, megtámadsz azt egy jót? Basz meg! Üzd már nagyon! Hallod, te szék? Itt voltunk, hogy a... Hogy hívják őzlábnál, és nem tudták megmenteni. Értem, tartsátok ott még, ne vigyék el a mentőszök, szietek vissza. Ja, rendben van. Mi ezt mondja, Júli bátyját? Hát mi mindenki... Hívjatok gyorsan mentőt, el kell vinnem a Verdát. Szietek vissza. Hívjatok gyorsan mentőzt, hívjatok már mentőzt. Elvinni a kocsimat, nézni hátra rá a pult, a szállni ki kocsiból. Hát ez csak ölcsön veszem, őzláb, ott fekszik ember, segítenem kell ajta. Hívtam már mentőt, mehetünk. Ez automata, vagy manuális? Nem hiszem, hogy manuális, nem tudom. Normális, hogy ember, mi balátok vagyunk, a balátok nem fognak egymás a stukkelt. Normális, hogy bulító. Most amúgy mi fasz történt? Mi bántotta őzlapot, mi franciát? Mert szaltam és lefényképezett, érted? És ezért akkor most kikérdezét, fektetni őzlapát? Hát de most tíci, minket őzlem nem, őzlem megedemeni sorsot, szí? Hát de francia nem. Hát. Gyere, bemutatom a mutelom. Mint csak papíron lesz mutel, kurva szexuális mutel, de te sokkal szebb vagy, finom, finci szebb. Hát én már nem hiszek nagyon neked, Ticia. De miért? Ez nagyon szomorú, én... Igen? Hát de én nem Denevil vagyok, hazudgálok, érted? Én mondtam, hogy őszinte vagyok, és landíztunk, és szeretnék landízni veled. Mondtam, veszek lakást is. Hát én azt értem, de mindenkit reszágatom, hogy a csajod, a csajod, de nem a cajom. Istenem, nem a cajom. Értem. Te vagy a cajom. Kis finom, szeges mókuszom. Hodlá. Szexi mutel. Ő a cajom, akivel landizgatok meg ilyesmi. Ninának hívják. Szia. Hola. Én vagyok. Hello. Azt hiszi, hogy
mi cool, meg ilyesmi. Elmondtam neki, hogy tetszem neked, meg ilyesmi, de nem lehet köztünk semmi. Hát még mindig a fiam vagy, érted? Az él, az él. Csak nem itt nekem, érted? Én a muterja vagyok. Hát még csak lesz ilyen papillon. Lazán mondtam most, nem Tici, hogy a muter nem anya, hanem muter. Tanulok, nem? Nem jó? Tényleg, kicsit tanulsz, nagyon meg van feszülve, érted? Lazán anyukád van, Tici. Szóval ő lenni, Nina, lőni Nina, és... Kicsit bírod mondani még egyszer? Szóval ilyesmi, ilyesmi. Ő vele landizgatok lőni, érted? És minden nagyon ilyesmi. Nagyon helyes. Szép lány. Szerintem már a héten biztos, hogy meglengatja a falkam. Hát, hogy a szádat fogja megrángatni. Az is jó. Figyelj, valamelyik a kettő közül el fogod érni. Már cókolóztunk is. Bocsánat, nem rángatta meg a szádat? Bocsánat. Na mindegy, gyorsan bemutatom, hogy a franciát leszúrták, hogy szétvették. A másik számot meg a szikátorban leszúrták. Most megyünk. A rohanmentő fogja elvinni a barátodat. Értem, hívtak hozzá. Jó, lemeg. Tegye feljelentést. Persze, egyértelmű. Az fasza, itt vagyunk benne a takóban. Jössz lágám? Vagy maladó? Puszillak titeket. Én is pucika, majd jövök. Jó, puszi. Hát jó, az. Szóval mindenki rohanmentő. Franciál Elis? Igen. Jó, szétveltem, már kettőt leütött a cávó a fejére. Lehet, hogy még sokkal hülyébb lesz francia, akkor mit csinálunk? El kell ászni. Akkor el kell ászni, most gondold el, francia még hülyébb. Istenem, azt el kell ászni az erdőbe. Hát meg üzlap is még hülyébb, így se tud vezetni. Úristen, tényleg. Basszus volt. De amúgy most amúgy mi történt? Mert csak azt láttam, hogy üti franciát. Fogalmam, szintén. Leszúrtam, nem tudom miért, de leszúrtam. Rám jött a foszász, érted? Fosztam a bokorba, a cávó lefényképezett, és annyit hallok, hogy nagy velekedés, és utána valami fém cattanász. Felálltam, és látom, hogy őzlábot velik. Kifutottam az útra, és csak nem töröltem még ki a szeggem. És kértem szalvétát, kitöltem a szeggem. És látom, őzlá fekszik a cávó, meg hívtam franciát, a francia futott utána, a cávó után, lávelt egyet a fejére a franciának, és a francia követte, érted, és akkor ott már meg a cölögtem neked. Várjál, fut a cávó. Most utánunk fut, vagy csak legeli kocogász? Én tudom, most csinál. Jézus Isten. Te szék. Csicsbe. Csicsbe, Tizia, nem maradj itt egy idő. Azt hittem, nem viszik a cávót, jó fejszék? Na, nem vinni el, puta, nem lenni jó fejek. Elviszel a lóz a színmotelhez? Meglátogatom Flancát, meg üzlábot a kolászba. Ma benyomtál? Hát, a felét megettem, aha. Kérdezd meg, nekem azt mondta, adjon velt minket egy köcög. Kérdezd, sokkal jobban vagy? Cám, mi? Flancia. Nem, szédörgök. Megvert egy cávó. Csókózok, Marika! Cám, Marika! A maga az? Ki? Nem azt mondtad, hogy a balátnőd a feleséged? Ja, miért nem mondtam? De azt mondtad, hogy... nekem segíteni. Barátok vagyunk, barátok. Azt mondtad, Flanci, hogy együtt vagy a cajjal, és cókolózol vele, ilyesmi. Ja, ilyet nem mondtam, azt mondtam, hogy barátok vagyunk, igen. Így van. Tudnak nekem segíteni? Persze, Marika. Úgy néz ki ez a caj, szép helyes caj. Nem úgy néz ki, mint az a Scooby-Doo-ból az a lózaszín hajú? Tessék, én rózsaszín hajú. A Scooby-Doo-ból nem láttad azt a szorozatot? Hogy is hívnak? Szia, Tici vagyok. Én Marika vagyok. Adj Isten. Én még üzlap vagyok. És képzeljétek el, Marika a jövőből jött. Hát persze. Nem éppen. Én meg a múltból. Mostan vagyok a jövőben, nem de? Te szék? No. Ho? Kábítószer használom fel. Füveszik vagy kristálymet. Te szék? Te szék? Tudnak nekem segíteni ez a... Persze, bármi. Ez a ló, ez neki megy mindennek, osztá... Meg kéne gyógyítani, szegény. Azért hoztam a kórházba. Hát, ha tudnak segíteni rajta. Mert ottan neki mentem annak a vasfának, aztán szerintem fájt neki. Aztán meg kéne gyógyítani. Milyen vasfán? Miért szajogasz ezt te jösszél? De villancajod. Nem itt kell, Marika. Nem a kórházba küld? Nem. Kupunknál kell. Pestél? Hát őt ismerem. Jó, ezt szét. Mi az meggyógyítsa ezeket a vaslovakat, de... Az a kublunk. Aztán hova?
kupunk? A halkázbe. Tudod, Majkám, tudod, drágám, ott a... voltam ott, ja Istenem. Nincs ott senki? Hát én nem tudom, nem voltam ott. Én szerintem elviszem a vaszpalipával a cajszit, vagy minden francia tész ott tartsz? Francia elviszi. Csak vezesse a vaszpalipát. Mi a baj, Majka? Meg ittam valamit, mert nagyon szomjas voltam, aztán... nagyon szédülök. Te szék? Ami volt ebben, valami tudatosító volt benne. Az a baj, francia, tudod, hogyha összejössz egy ilyen kábszeres szajjal, akkor sajnos... Ami az a kábszer? Semmi ilyen, olyan, mint a zab írtanom, a lovackák keszik a kis zabot. Gyógyfű. Gyógyfüvecke. Gyógyfű. Igen, azokat ismerem. Szoktam belőle főzni. Aki nem gondolta volna. Teát is. De nagyon szigdülök ettől a valamit, mi volt ez? Ez valami viszki volt? Vagy konyak volt? Vagy mi volt ez? Úgy érzem magam. Olyan furcsa hangot is ad ki, szerintem lehet, hogy fájt neki, amikor neki mentem annak a vasfának. Na, mindjárt beigazítom itt ezeket a gyertyákat. Rendben van. Gyertyák? Hova nem megyek? Jézus Isten! Kuplung Dézinebán francia. Jó nagyot kapott! Jézus úr, itt mindig ilyen verekedések. Fáj a feje, miért bántod? De letelt az egy hét. Hát ez nagyon szép, igaz-e? Szia Mari, mi újság? Adj Isten! Mi újság? Ez hát... fönn? Megmutassam? Megmutassam, érted? Megmutassam a lécet? Hát én már mindent, mi a lécet? Te amik atyámban van. Érted? Én már nem megkapod hiszek magának. Megkapod a lényeg. Páncél legyen? Áj, már magának nem hiszek. No. Ó, hát nagyon szép lesz. Aztán... Yeah. Aztán ez ilyen... Hogyan mondják ezt? Mennyi dollár ér ez? Van ez? Ez 30. Egyenruhában vagy. 30 dollár. Te össze vagyok szomorodva? Az üge. Jó a cipőd. Mi van? Ne nézd meg, de paraszt vagy, igen? Ugye leütöm, ez fekszik. Mondjad. Mondjad, tudom, tisztában vagyok a nevemmel. Hogy beszéljek már? Most mindjárt szét velem. Kupló, adok egy, ez lesz a megütetlek és összeszel. Hülye vagy? Ne, oj! Mi? Engem ki... Ez egy kicsit fájt, egy kicsit... Mi van? Milyen bántottak? Azért, mert... Hülye vagy, hülye vagy, ez még gyerek, basz meg, ne bántsatál! Egy ezrest akart adni, érted? Hogyha megüthet, az kifekszek, érted? Micsoda? Kurvára nem igaz, azt miért találsz ki hülye szígeket? Csak mondtam, hogy nyugtasz meg, hogy... Ja, megnyugtatlak, érted? Mindjárt lenyugtatlak. Kicsit fájt. Mit egy zepit francia? Tényleg egy ezest akartál azért? Ez kurvára nem igaz, ember összeszakadhoz ki. Hát nincsen zsepibe, ezek után. Főleg nincsen. Na mi van, most mit hisztériáztad kis lányom? Mit kurvászkodsz, francia? Nem kurvászkodok, kupunk. Mi? Te mondtad, hogy ezt a kis köcög, a köcög kuplunk? Értek, ki fog a kütni, érte? Maradj már! Aha. Te. Ide jössz, érted? Jó indulatú vagyok. Nem mondhatod, hogy nem. Ide jössz, érted? Állandóan fenyegetőző. Kuplunk azt is mondta, hogy nem csak az állkapcodat, vagy a fogadat veszi el, hanem a kis csajodat is. Na ez meg a másik, látod? Hozzá se szólok, érted a csajodhoz, mert mondtad te csajod. Érted, tiszteletbe tartasz. Ha most mondtad, hogy kapja be a lécedet. Te miért tanulnom? Ez is igaz. Hát érezd be már, komolyan. Ne bántsad már gyerekeket, az ne legyél mennyire idióta. 16 éves. Maradj már. Tessék, látod? Már 17. Á, ne mászkáltok már fel, mert mi iszta. Felvettem a sziszapot, ne Hú, ez kicsit fájt! Istenem! Majka! Au! Hogy vagy, Majka? Jaj, az arcom! Hát szerintem... Itt arcomat nagyon megütöttem. Most sokat kábítóztam ma. Nem keveset, ami azt mondja. Hogy vagy, Majka? Jó vagy. Jó vagyok, igen, csak a szemem egy kicsit fáj. Lehet, hogy kifolyt. Köszönöm szépen! Ezt nekem nem ad zepit? Csak kérdezem. Technokolosz gáciknak adsz, nekem nem ad zepit? Mi? Tessék! Mi ez jaj! Kettőt látok. Megszállték a motoldat, Majka? Tessék? Megszállték a motoldat? Igen, ki is fizettem, úgyhogy most már ki van fittőve.
Most jól megvertek téged, nem? Kicsodát. Na mi a helyzet, srácok? Hát eléggé szegény, itt nem mindig merekedések vannak. Csak szók fos, hogy át fogunk mi szokni a balnusba szeretetni és tuningoltatni. Igen, nem elmondom neked, hogy sokkal drágábbak, mint mi. Engem nem érdekel, de ott nem áznak meg. Én szeretem, de. Tehát fos, vége a barátságunknak. Ha most van ilyen, ne velem is emberkedjél, basz meg, nem ütöttelek meg, ki is állok mellettetek. Mi tényleg igaz? Hallálj meg, hogy kocsikoprunk belekszik. Fancom, mi? Szétkéne kulla fejt. Itten mindenki verekszik. Ó, de be van cickit a kuplung. A kuplung itt a cicka. A fosz a király, fosz a főnöke, érted? Igen, ő kedves. Ó, miért kapott kuplung, érted? Segítsen fos. Kuplung is túl kedves, szerintem most be van kábítószerezve. Látod, kuplung? Kuplung már nem is mer visszaütni fosznak. Megvan, ki az alfa mika. De mi? Hát de ő a barátok. Támad hát a francia. Nem, én most jöttem ki kórházban, nem érzem jól magam. Mi történt? Fosz az alfa vezél, nem mer már kuplunk megütni, érted? Nem elég. Szét fognak boxolni. Hát de miért kell egymást bántani? Oh. Hát miért verekednek ezek? Ez csak ilyen passzis dolog, és te miért technokolozol, kislány? Technokol? Amicsoda? Árkó szőnyeglagasztó, vagy... Szőnyegragasztó? Elegánszan hívja, biztos azt mondja, hogy... Kis főzetecke, meg ilyesztem. Hát főzetet, ezt szoktam, igen. Na lát, ez a probléma, azért az mondod, baj? Azért mondasz, hogy igen. Nem szabad, az, soha többet. Hát, mi lenne, hogyha mondjuk igen. Egy hét év... Milyen luftot ütött? Úliszt, a második luft! Én lesz egy esztendeig. Még egy évig nem eszel gyógyhüveket, és akkor lehet, hogy normális. Hát teszel. Igazából gyógyhüveket én nem szoktam nagyon enni, én megfőzöm őket. Gyógyszert eszedek, hál' Istennek, nem azért olyan baj. Gyógyhőz mindenki volt főzeteddet. Meg ezt úgoltam, futó. Hát bájtad, igen. Úgy az, amikor ide gyűvök. De szék, az francia mondta. Nem, ezt Tici mondta. Akkor meg mondtam. Akkor itt vagyok. Hát... Vannak itten ilyen tudatosítószert, aztán szédülök, meg kettőlátok, kutyasságokat csinálok. Honnan? Én azt hiszem, ki ütött a foszt. 1892. Miért fogod rám, Tici? Mondtam, hogy nem mondd le, hogy cicka. Nem vagy normális. Te mondtad, te szemét háda. Tessék? Tici, most miatt kaptam egy fülest. Hát az mondjuk, ez 100 éve volt, normális, ez nagyon régen. Ne hogy vele ki ütött a foszt. A véletlenül, hát egy másik főzetet csináltam, hát nem fölött volna, aztán itten, hát itten ütöttem. Fosnak? Aztán azóta most már ide tudok jönni. Csak hát, Tici, nem tudom meddig. Mond? Jó, hallottam, ami Emelád Lanc, 1800, micsoda? 1899 bűvítem. Lemek. Akkor én meg Amerikából jöttem, mert felszégyen. Ami az? A kulás. Az kulász, kulász kislány, töckölész, blöckölész. És az mit jelent? Hát mi baszok, mint a tigris. A tigris? Úgy kulok, mint a tigris. Vadul. Kulok. Kulok. Érted, kulok. Szelmesedik, de az majkám, mit? Szelmesedik. Szerelmeskedik. Töckölész, töckölész. Á, de miért jó az magának mindig hát, annyi szó? Ennyi. Igen. Jó, kúlász. A szerelmeskedés az a kúlás? Az a kúlász. Á, értem. Akkor ezt így hívják. Na jó, hát akkor én nem kulok. Senkivel, se soha. Van egy ötletem. Malikának, a Technokolosz Gázinak adjunk egy kis kristálycukrot, hát ha egy kicsit jobban lesz, érted? Kristálycukor? Én szeretem a édeset. Elkezd hívni, olyan, mint a kis szival. Jaj, azt tudom én, az a tudatosítószer, az az nem, ember nem, ott, ha adott nekem, aztán olyanokat csinált velem. Az eszkü nem az. Igen. Na, mi a helyzet? Azóta se tíre készül. Na figyeljetek már ide, hogy fogunk így megbékélni? Hát mi? Nekem bocsánatot egy... kell kérni egyik a másikától. Ja. Igen. Ja, nekem van egy szuper ötletem. Kuplunk, letépesz, és leszopott flanciát. Mondjuk egész jó hangzik. Ja, kurva jó hangzik, de mindjárt mindannyian padlót fogtok fogni. Na, ja, nem látod ezt a kemény sziszkod a tejben? Mindjárt befejellek. Bocsánatot kell kérni egyik a másikától, és akkor meg kell békéni. Meg kell békéni, persze. Amelyik a okosabb, az kér bocsánatot, igaz-e? A másik ötletem, akkor nem akarok leszopni flanciát, kinyitom a kezemet, igen. És megcokolod, mint a királyod lennék. Hát de csak a nőket csókulják a kezik, nem? A nem, férfiak. A királyoknak is. Mi? A férfi a férfinak is megcsókulja a kezik? Persze, hogy csak király. Ó, te jó Isten. Nézd, hogy lesz a neoceoglafikon. És a neoceoglafik.
Oroszlán királyt csókolgattam, másik oroszlán királyt. Ja. Állatok nem csókolgatják egymást. Dehogy nem. Hát... Még a majmok cigizni szoktak. Jó, egymás cigikéjét. Hát nem láttam én még. Itt ide begyűn, itt valami átok van, én úgy érzem. Itt akárki begyűn, itt csak egymást itt. Magában. Itt lekövenni a átkot erről a helyén. Basza, no, hát kurva, ezt láttátok, hogy fejbe copta? Azt láttátok a kis gáz is? Isten itt neki ilyes. A doktornő, ha ütöttem kis a szemével? Kis szoknyából, telisző, papáegely fogóval odakult a... Csekolcsa, csekolcsa. No, legalább megtörtént a béke. A asszony. Ez egy másfél szó, a svéd fogó. Te szék, milyen svédeket fogdoszol, francia? Nem, az egy másfél szó, a svéd fogó. Mi az, hogy colosz? Oh. Te azt már kiárteket. Mik vannak, Jézusom? Hát ez debű. Ez egy debű kidekkor. Csumi. Hát csumi. Kicsit lehajolok, próbálok neki segíteni. Kuplunk kejfél kicsit. Húha! Az jó sikerült akkor. Hát ott Peti, van egy kis gond. Van egy kis probléma. Igen, tartjuk. De. Tartjunk a kopunk, nem? Baszol. Na mi történt? Szerintem szlátok kezd kicsit... Mi a szlátok poló? Mert félek a szajtól, mint benéztem a szoknyájába, vár szélek, hogy engem is leüt. És azért nincs rajta poló? Ne ismerjen föl. Hát biztos nem fog egyébként, tényleg. Lafinált vagy Zizleb, lafinált? Na, viszont szerintem menjünk innen. Húzok a pizzába? Hát vigyetek el engem a motelba, jó? Isten. Bló, az ékszer bot lablász miatt. Akkor za. Császik. Ugye már ez a mai nap szerintem nem lesz jó. Majd jó, lemek, semmi baj, leélünk, élted. Jó, majd bocsi, de most. Jó, semmi baj. Van egy kis para, de majd jó majd persze. Beszélünk. Cső. Mikor leszel a városba? Mindig, sokszor. Sokszor? Jó, oké, akkor holnap. Csak adok valamit kuplunknak, mert... tartoztam neki, élted? Isten áldja magukat! Tavisztván! Te szék, ezt odaadom, és ezt is. Nem. Kuplunknak ez a csavarhúzóval nem fog kelleni. Jó. Te szék, ezt is odaakasztom. Visszaadtam a nyakláncot, cel. Kiébe kell. Azért mondom, hogy azért csak nem lép ki ez miatt, baszk. Ki a izé a... Za! Csuha bá, vagy kicsoda? Persze, hogy ő vett meg, azt mondta pici. Ugye? Az a... A hátizákos. A hátizákos. De miért a bántott? Mert lehet ki... Istenem, össze van törve már a koci. Itt áll, Pablo? Itt áll. Ti jöttetek ki elé, bazd meg. Te jöttél ki elé. De miért ütök etre a koci? Pablo, nem áll! Te jöttél ki elénk, ember. Tici, mondd meg neki, hogy te jöttetek ki elénk. Te jöttél ki elénk, szembe szába. Igen, Tici. Pablo. Te most itt hiszesz, ez az igazság. Na jó. Most várja visszajövő, és akkor megbeszéljük ezt még egyszer, jó? Király! De hogy becickuljál neki? Na jó, igen, akkor csúvézek, Tici. Csá! Holnap mikor érsz el? Bármikor, csak az a baj, most ezt az ékszert nem éltem, most ezt hogy kéne csinálni, mint hány olakkol, ezt te? Igen, valamikor este. Jó, lemek! Nem ma. Holnap este, 8 olakkol. Igen, én is 8-ra gondoltam, akkor 8-ra összeszedünk egy pár embert. Jó, lemek! Tehát úgy bent lesz, jó. Mert akkor gyertek ti is, nem tudom, hanyan jöttök, hárman? 8-kor tali a kis múlónál, a óriászkelék. A maximum négyen, maximum négyen. Max négyen jöttök, jó, akkor szerintem mi ilyen hárman leszünk. Jó, lemek. Jó. És akkor intézem majd, jó? Jó, lemek, persze. Cső. Azt mondtad, malabolunk.
Kell a mondta, hogy most már nem, ma már nem. Nem, ő tudja érteni, én nem értek hozzá. Jó, kösz. Itt egy... Mi ez a mókusz? Ez francia. Francia. Normális, hogy hőzzem. Most... Ő jött ki elénk. Segíts beszállni az autóba és vigyél haza, kérek szépen. Gyere, holuk. Holuk. Te szék? A Mizó? Csá? Mizó? René mondta, hívjelek fel. És miért? Ki vagy? Ethan vagyok. Hi, csá, Ethan. De elég láttam, hallottam, hogy voltatok Hawaii-on meg ilyesztő, ezt kultad lőnét. Lommá kultad. Hogyne. Nem így fejezném ki magam, de igen. Nincsen semmi. Üzlemben kocikázunk, dumcizunk a iskoláról. Semmi nincs, tök szokó, jó egyet kapok. Persze, minden ilyesmi. Voltam lönénél, bejelent kajcizni, minden zíl. Aha. Jár suliba, vagy mi? Minden suli, persze, nem keleszkedek fegyverrel, semmivel. Helyes, majd találkozunk úgy. Jó, talcizunk majd. Persze, te is, cső. Jó. Annyira nem hiányosszál, de most örülök, hogy hívtál, érted? Jó. Tessé nekem amúgy. Behelyez. Dobba, cső. Cse. Szá, arra gondoltam, hogy ilyen kis bickákat, azt a lugószat, ott tudsz adni párat, mert múltkor akartak venni tőlem ilyen kézi fegyvereket. Pár darab van. Szimán, megnézem már, ne Bilci. Oké. Hitt szám, Manócka! Manócka! Mi vagyok, mi a geci van? Mondja cici. Teszik, cici vagyok. Szeretnék vásárolni egy-két dolgot. Szeretnék talcizni, beszélgetni veled. Üzlet... Hol vagy? Őt kilabolni, és akkor azt majd összekötöm a X-szer bolttal. Ha, értőleg. Amire vagy kíváncsi? Te kis Zeton az info élted? Faszál, ropogós, de az mindig jó, köszi ki. Szeretnénk egy olyan kis beluházni kábító szelve, amit a díleleknél, TLC által, amikor kapjuk a címeket, szétosztjuk. Hogy működik? Mit kellene venni, és mennyibe kerül egy dalab? Hát figyelj, amit mi szoktunk csinálni, az a metamfetamin, érted? Meccsovagot. Azt szoktuk mi telítkedni. Az jól fizet, hogyha egy ilyen 10-es rendelés ad le a telefonos, az ilyen majdnem 2000 euró, érted? Csak hát jelöletted. Én utána el kell vinni egy helyre, ahol adnak érte neked rendes lóvé. Na és az hogyan is kell? Én engem az érdekel. Melyik része, hogy értek el a... Utolsó. Hát az úgy működik az a rész, hogy idehozott hozzám, és 95-5%-ba én neked abból adok. Rendes, jelölt lóvét, érted? Mit tudál menni be? 95-5%, 5% enyém, 95%-át kapod a... Azt a kurva. Igen. Ez nagyon jó arány, nagyon jó százalék. Mások ér 80-90%-kal dolgozni. Tudom. Várjátok, az a zákozzi? Igen. Azt mondd észinek, ott a múltkor, az, hogy pár ezt. Azt, hogyha kibontod, akkor a festékpatront beledúran, és akkor nem bírod használgatni. Van, lemek, akkor a telci számot is cserélünk. Szeretném megkérdezni, szeretnék ilyen kis szomagokat venni. Úgy, hogy megveszem, és én állulom, de úgy, hogy azért kicsit kell eszek is lajta. Hogy kell elképzelni az állat? Mennyibe kerül? Hogy is kéne venni? Azt mondom neki, hogy ilyen. 1500 ér. Ilyen 10-es pakkokat tudok adni neked. 10-es pakkból ilyen 2000 kerül kapsz ilyen zsákosat. De zsákot ne bontsd ki, mert akkor egy durán patron, akkor nem kerestél vele semmit sem. Viszont nagyon óvatosan kell csinálni, mert van egy-két spicli bírrel, érted? Mikor telefon csörével rendelőknek szólnak, és ott várnak címet. Egyből lecsapnak. De szék, ezt mond újra? Mikor kapod ilyen a telefont, van. Az SMS-t a dílertől, hogy hova vitt a cuccot. Van olyan, hogy spicli a dealer, érted, és beköbösekák. Elküldi nekik is az üzletpontját. És ott várnak téged, zsekák, hogy mennek oda címbe. A heroin se rossz, de az nem ad olyan jó pénzt, érted. Ez kevesebbet ad. Mint az
Metantetomin. Igen, igen, de jó egyébként még a füvecskék is, azok is jól szokták. Az is elég jól fizet. És a metamfetamint is így készíteni kell, mert Halloween-t azt így idézőben mit csináltuk. Igen, ezt is készíteni kell. Ezt nem tudja bárki csinálni. Nem tudod receptet, akkor nem tudod mit csinálni. Nem tudod elátni. Egyem. Akkor használhatatlan áll. Szeretnék 20 ezzel élven ilyen kis szomagokat. Jó, hétvégére le tudjuk szállítani szerintem. Jó, lemek? Lemek. Üzlem, add meg neki a telci számom. És akkor így a telcimba, te számod élted, vagy most hogy is van? Pészten, legyen az, hogy ti... Ez legyen. Bolond pizzász, jó szét a pizzával. Na, hogy kiüljön, érted? Nem tudom, bemegy rúgákkal, utána megyek, mert ajándékot nem hozott, akkor csicsen írt húr. Akkor 20 ezerért szeretnénk, és akkor hétvégén lebonyítjuk a kis üzletet? Rendítsük, megbeszéltük. Nem? Now I was born in the gutter, facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die, so who am I to try to warn them? I'm a fucking bomb, I'm the niggas fly.